A királyi napok keretében az ünnepség sorozat első napjától az országzászló térre várja a magyar méhésztársadalom a látogatókat. A háromnapos találkozó keretében számos programmal színesítik a méz ünnepét, segítik a mézfogyasztás népszerűsítését. A harmadik napon vasárnap is benépesül az országzászló tér, megérkeznek a mézünnepre Székesfehérvárra az ország mézlovagrendjei, hogy Lódi József nagymester és hazánk mézkirálynője vezetésével először felvonulással tisztelegjenek a királyi város előtt, majd ünnepélyes keretek között folytatódik a program, melynek keretében Cserpalkovics András polgármester köszönti a magyar méhészet képviselőit. Szent István mézlovagrend tulajdonképpen szeretett volna a királyi napokhoz már régebben is csatlakozni. Mivel a Szent István napokhoz csatlakozunk, így gondoltuk, hogy a méznek is van jövője, ismertetjük, kóstoltatjuk, és szeretnénk népszerűsíteni. Autós szépségverseny, tombola, vetélkedők és még számos színes program várta az autók szerelmeseit szombaton a Halász utcai parkolóban. A Fejér megyei BMW klub városunkban rendezte meg első ízben az országos német autó találkozót és családi napot. A résztvevőket a nap folyamán a kiállítás mellett ügyességi, egyéni és csapatversenyek, váltófutás, turbohajító verseny, felni kitartó verseny és kötélhúzás is várta. Leginkább a német autókra vagyunk specializálódva, és tudjuk, hogy mostanában megítélése az autós társadalomnak egy kicsit negatív. Mi a Fejér megyei BMW klub ezen szeretnénk változtatni, és ezért is nyitunk más márkák felé is, hogy egy kicsit összébb hozzuk a csapatot, és egy olyan dolgot éressünk el, amit mindenki el tud fogadni, és amivel mindenki tud azonosulni. Az Etyek-Budai borvidék egyik reprezentánsa, a csóborpincészet is készül már a szüretre. Az agárdi bikavölgy ültetményei ismét kiváló minőséggel kecsegtetnek. A pincészet jelenleg 34 hektáron gazdálkodik, szőlőik a Velencei tó körül Agárdon, Gárdonyban, Pákozdon és Nadapon találhatóak. Az elmúlt időszakban elért eredményeik megerősíthetik a borászat tulajdonosait, hogy a Velencei tó környékén termelt szőlőkből készült borok népszerűek, és felveszik a versenyt más borvidékek boraival. A pincészet szakembereinek hozzáértését jelzi, hogy az idei évben is számtalan elismerésben részesültek. Nemes Nedűjük, a Sirák Rozé az országos borversenyen elérte az év legjobb magyar bora címet. A bikadülőben rövidesen itt a szüret ideje, azonban a madarak sem tétlenkednek. Ugyanakkor jó hír, hogy a szemek kiteltek és jó termés várható. Születet a seregélyek kezdték sajnos, idei évben nagyon nagy nyomás van rajtunk seregélyek által. A szüret egy jó hét múlva kezdődhet az Irsai Olivérrel, ennek a mögöttem látható Siráznak pedig vagy 3-4 hete még hátra van. Ki mit gyűjt, különleges rendezvényre vár mindenkit a székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör. Bélyegekkel, képeslapokkal, érmékkel, jelvényekkel, de akár kártyákkal és számos más érdekes gyűjteménnyel jelentkezhet bárki a szeptember 23-án a Vokéban megnyíló kiállításra. A szervezők a hobbi gyűjtők bőrzéjére már várják a jelentkezőket a képernyőn látható elérhetőségeken. Erre a bőrzére augusztus 31-ig várjuk a jelentkezéseket. A bélyeggyűjtő@gmail.com e-mail címen, illetve a Fehérvár honlapon megtalálják ezt a kiírást. Bárki bármilyen anyaggal jöhet, ha kérdése van, kérése van, vagy csak tájékozódni szeretne a gyűjtés bármilyen formájával, akkor állunk rendelkezésre és várjuk az érdeklődőket. Az 1730-as évek Lipcséjébe kirándulhattak a zenekedvelők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum udvarán. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vendégségben Bach-mesternél címmel tartott koncertet, amely immár a harmadik előadása volt az Egyházmegye és a zenekar Zeneszó közös kamara zenei sorozatának. A különleges kávéházi hangulatú esten Tóth Vajna Zsombor vezényelt, aki az est kapcsán úgy fogalmazott, Bach muzsikája azért különleges, mert a mai korba áthelyezve is érthető a mai fülek számára. Az időutazást Szabó Balázs zenetörténész, az Arszó művészeti tanácsadója vezette. Az Egyházmegyei Múzeum mögöttünk látható, kitűnő akusztikájú belső udvarán szervezzük ezeket a koncerteket, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és az Egyházmegyei Múzeum közös rendezésében, és hát természetesen a millió ugye az diktálja, hogy itt kamarahangversenyek vannak elsősorban, bár az idei évben ez a kantátó előadás, ez már egy kis előrelépés.